kérem az unokahúgának, a gyerekeim vannak itt. A Bözsik és a Petiken. Azt mondja, hogy levelet hoztak. Ó, a kis Bözsike és Petike, kérem, bocsássa be őket. Kezét csókolom, Berti néni. Szervusztok! Jaj, de drágák vagytok! Gyertek ide, na mi újság? Levelet hoztunk a Berti néninek. A mama küldte és csókoltatja a Berti néni. Tessék! Ó, köszönöm! Na lássuk csak, mi van benne. Mit ír a mama? Ej, miért csinálsz, kislányom? Mert a mama azt mondta, hogy legyek szomorú, és így, amikor átadom a levelet, hogy megsajnáljon minket a Berti néni. Ezt mondta a mama. Igen, de tessék hamar elolvasni a levelet, mert Bözsi nem tud csak ahogy bőgni. Hadd abban, nem kell bőgni. Dehogy nem kell. Hadd a bőgés a legfontosabb. A Berti néni ez nem tudhatja. Én sokkal jobban tudok bőgni, mint az öcsém. Úgy tudok bőgni, hogy az ember idegeire megy. Ne bőgj, mert idegesít! Az a jó! A mama azt mondta, hogy addig bőgjek, míg a Berti néni pénzt nem ad. Ez hallatlan! Na, add ide a szemüvegemet, ott van az asztalon. A pénztárcája hol van? Azt ne adjam oda? Ne, egyelőre csak a szemüvegemet. Tessék, pedig nekem azt mondták, hogy pénzt fogok kapni. Légy türelemmel! Most nem bőgök, hogy ne zavarjam a Berti néni az olvasatban, mert ez fontos. Berti néni, igaz, hogy szörnyű a szívén? Micsoda? A mama azt mondja, Berti néni gondolkodik, mert olyan bajsza van, mint egy bőrmester. Pedig a szívén kéne gondolkodni, mert olyan szívén. Ezt hallottam. Meg még egy érdekeset mondtak magának, hogy a Berti néni a fogalhoz verni a garat. Tessék nekem megmutatni, hogy tetszik a fogalhoz verni a garat. Ilyeneket mondtak én róla. Ez még semmi. A papa és a mama órákig tanácskozott, mit írjanak a levélbe, hogy pénzt küldjön nekünk. A mama azt akarta írni. Itt állok, kétségbe ásva, nem tudok élni adni a gyerekeknek, mert nincs egy falat kenyér a háznak. De papa azt mondta, ez nem jó, te nem ismered ezt a vén varjút. Azt mondta az apa, hogy vén varjú vagyok. Nem, valami másik madarat mondott. Ja, tudom, azt mondta keselyű. Azt mondta kis csacsira. Nem, azt mondta vén marhára. De nekem azt mondta, legyek kedves, barom is utaljuk a Berti néni. Hát ez sok. Mert még egy érdekeset mondta, hogy dirinyós. Hát ilyeneket mondanak rólam nálatok. Ez még semmi. Tessék nekem megmutatni az arca. Milyen vastag bőr van rajta? Mindenki azt mondja, hogy a Berti néninek olyan vastag bőr van az arca, mint a cipőtart. Hát fogjam meg! Állj innen! Ezek után azt remértétek, pénzt szoktok kapni tőlem? Nem, senki nem remérte. A mama azt mondta, hogy ha meglódul az izéjen. Szíve? Nem, az agya. De a papa azt mondta, de fogadjuk, hogy nem küld egy vasacja, az a vén múmia. Ezt mondta! A papa azt mondta, hogy a Berti nénnek a fél lába már a sírban van. Pedig én láttam, hogy megvan mindkét lába. Ez hallatlan. Szóval ti az én halálomra vártok? Nem mondta senki. Csak azt tessék nekem megmondani, hova tetszik beadni a kulcsot. Milyen kulcsot? Azt nem tudom. A papa azt szokta mondani, egyszer mégiscsak beadja a kulcsot. Hát ilyen, nem hinném, ha a saját fülemmel hallanám, e vasat sem adok. Ne tessék ilyet csinálni. Bizonyítsa be a Berti néni, hogy nem egy smuci gara.
Egy szentek sem adok, ha ilyeneket mondtok róla. Nem baj, ha a Betty néni nem ad pint, a mama azt mondta, nem baj. Na legalább az anyád mellettem van. Nem baj, azt mondta, vegyen rajta a koporsószöget. Micsoda? Elállva. Hát pedig mi kedvesek volt. Milyen szerencs, hogy a sírtéseket el sem mondtuk.